Jennyt a rossz körülmények közül kimentett pitbull terriert másfél éve vette gondozásába a Kőbányán működő állatvédelmi járőrszolgálat. Őt igazából ellették folyamatosan egy szaporító telepen, tehát nagyon rossz állapotban volt, hetekig küzdöttünk az életéért, szteroid kúrát kapott és minden egyéb olyan orvosi segítséget, ami most már a jelenlegi állapotát is tükrözi, hogy teljesen meggyógyult, és most már bármikor gazdasítható. A mára már jókedélyű kutyushoz hasonlóan nagyon sokan várnak még a megmentésre, amit nem csak a téli hideg, de a nyári meleg is sürget. Az utóbbi időben például rendkívüli értékeket mutat a hőmérő, előfordul, hogy helyenként 35-36 fok, vagy akár még ennél is melegebb van. A kánikula, a magas hőfok pedig nem csak az emberi, de bizony az állati szervezetet is megviseli. Ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk kis kedvenceink megfelelő vízellátására, és arra, hogy ne tegyük ki őket a napszúrása hőguta veszélyének. A járőrszolgálat az 2016. januárjában alakult önkormányzati támogatással, és azt a célt szolgálja, hogy itt a kerületben lévő állatoknak, illetve ugye a rossz körülmények között tartott állatoknak a mentésével foglalkozunk főként. Utcáról nem fogunk be ugye állatot a szó klasszikus értelmében, hiszen gyepmesteri tevékenységet ugye egyedül a fővárosi önkormányzat végezhet, így ezáltal ugye mi csak a magáncélban lévő kutyákat szoktuk menteni főként. Hányan végzik ezt a munkát? Jelen pillanatban 17 fővel végezzük a tevékenységünket. Ugye itt ez mind önkéntes alapon működik, tehát várjuk szeretettel azokat, akik esetleg újra beszeretnének ebbe csatlakozni, vagy még nem voltak állatvédők, de szeretnének ebbe lehetőséget kapni. Az önkormányzat hogyan tudja támogatni önöket? Az önkormányzat szerencsére minden olyan eszközzel támogat minket, mind ugye a mögöttünk látható gépjárművel is, amit az önkormányzattól kaptunk, illetve ugye az állatvédelmi telepnek a bérleti díjával is támogatja ugye az állatvédelmet, illetve ugye egy nagyobb összeggel, amit ugye havonta megkapunk ennek a támogatására. Erre vonatkozólag ugye ezt szoktuk felhasználni a önkormányzatnál lévő állatoknak az etetésére, fenntartására és minden ilyen fenntartási költségek fedezésére. Hány állat van most jelenleg önöknél, az önök tulajdonában? Hogy működik ez? Befogják az állatot, mi történik vele utána? Így a gondozásunkba helyeződik. Több olyan állatunk is van, amit ugye a rendőrség által van lefoglalva, tehát szokták kérni a rendőrség is a közreműködésünket, mint bűjjel kutyákat lefoglalnak. Jelen pillanatban 10 kutya van a telephelyünkön, és őket látjuk el mindenféle segítséggel, sokszor van, hogy orvosi költségekkel ezeket fedezni, illetve ugye az élelmüket. Interjúnk előtti megbeszélésünk során volt szó cicákról, még a tegnapi megbeszélésünkön vadmalacról. Hogy néz ki ez? Hogy kerül a kerületbe egyáltalán egy vadmalac, vagy hogy jött ő ide? Hát a vadmalac azt igazából a kerület peremén határható erdőterületen találtuk. Feltehetőleg rapsiszok vagy valamilyen csapda következtében az anyjuk elhullott, és így ezáltal ugye a kis malac ott keringett az erdőben. Itt nagyon nagy segítséget tud nekünk nyújtani a kerületben lévő állatbarátok, és így az ő segítségükkel is a bejelentésekre szoktunk kimenni, illetve ugye a kerület végez egy cica ivartalanítási akciót, ami az utcán található cicáknak az ivartalanítását az önkormányzat fedezi, és akkor a cicák kerülnek addig ugye egy rehabilitációs időszakra hozzánk, ameddig ugye lábadoznak a műtét után. Milyen esetekhez és milyen gyakorisággal szokták riasztani önöket? Naponta 10-15 bejelentésünk van bántalmazott állatokról, elütött állatokról, illetve többször volt itt a parkokban és a kutyafuttatókban lévő állatokat kikötötték és ott hagyták a sorsukra. Hogyan lehet utolérni a bűnelkövetőt? El lehet-e egyáltalán? Hát ennek a bűnelkövetők utolérését a rendőrségre bízzuk. Ilyenkor ugye az állatvédelmi járőrszolgálat megteszi a feljelentést erre vonatkozólag, és a rendőrség, illetve a más nyomozóhatóság jár az ügyben. Mi történik azokkal a kutyusokkal, akik X időt eltöltenek önöknél? Lehet értük jelentkezni esetleg? Igen, alapvetően a törvény az úgy írja elő, egy talált kutyus esetében, hogyha a chipben szereplő adatokra nem találunk ugye gazdit, hogy 14 napos karanténba kell helyezni, és addig az eredeti gazdáját keressük. Utána pedig felkerül ugye a gazdikereső oldalunkra, ahol egy előzetes ellenőrzés után ugye akár gazdasítható. Tehát mindenféle gazdasítás előtt ugye egy előzetes ellenőrzést tartunk, illetve egy utó ellenőrzést.
Mennyivel nehezebb az ilyen állatokkal, akik átéltek egy ilyen fajta traumát? Hát igazából sok szeparációs stresszel rendelkező kutyusunk van, illetve olyan kutyák, akiket, tehát főként a bulltípusú kutyák tekintetében, akiket mondjuk harcoltattak, vagy olyan körülmények között tartottak, ahol ugye verembe tartották, és különböző ilyen helyeken, ők nagyon sokáig szoronganak, félelemagresszívek lehetnek, és azáltal ugye sok tovább tart ugye a szocializációjuk, de ezt ugye mi is vállaljuk, illetve tanácsadással is bármikor állunk a rendelkezésre a bármelyik állattartónak, illetve gazdinak. Kiskutyát vagy kiscicát nem csak a parkban lehet sorsára hagyni, de bizony az autónkban is, a szokásos bevásárlásunk alkalmával. Egy melegebb napon akár az életébe is kerülhet az állatnak egy félórás várakozás. Egy napon hagyott autó, hogyha egy 29 fokos átlag külső hőmérsékletről beszélünk, akkor 10 perc után abban az autóban már 40 fok is lehet, illetve 30 perc elteltével akár 50 fok. Na most ugye ez bárki ugye kipróbálhatja, hogy egy vastag pulóverbe beül egy zárt autóba, és akkor egy fél órácskát benne ücsörög, illetve ugye ők azzal a reménnyel tudják, hogy le tudják bármikor húzni az ablakot, ugye a bent hagyott állat ezt nem fogja tudni, hogy mikor lesz újra megmentve. Ez akár halálos is lehet az állat számára, illetve ugye többször elkövetik azt az alapvető problémát, amikor ugye látnak egy ilyet, megmentik az állatot, kiveszik, és ugye rögtön hideg vízzel lelocsolják. Na most a kutya szervezete, vagy az állat szervezete pontosan ugyanúgy reagál, mint az emberé, tehát egy felhevült szervezetet egy hideg vízzel leöntünk, akár ez halálos is lehet neki. Tehát ilyenkor árnyékba kell vinni az állatot, és lassan locsolva hűteni kell, ameddig ugye vissza nem tér a rendes hőfok az állatnak. A forróság nem csak felülről, de alulról is jöhet. A kutyák tappancsa nagyon érzékeny testrész, de kifejezetten sérülékenyé válik a nyári forróságban. Néhány perc alatt súlyos égést szenvedhet el az az ebb, akit a betonon sétáltatnak. Ilyenkor csak rövid időt töltsünk aszfalton, a járdán vagy felforrósodott homokos részeken. Ha erre a néhány dologra egy kicsit több figyelmet fordítunk, szinte biztos, hogy kis kedvencünk Jennyhez hasonlóan élvezni fogja a közösen eltöltött időt.